Állandó helytörténeti kiállítás nyílt a bácskasútfalvi emlékházban. A falunapi és a 230. évi betelepedési évforduló jegyében a rendezvénysorozat részeként nyíló állandó tárlat a település tárgyi hagyatékának ad otthont. A megnyitó előtt egy kis visszatekintés a 230 évvel ezelőtti eseményekre. És néhány mondat a jelenről. Számos rendezvénnyel emlékeznek meg a falunap keretében a 230 éves évfordulóról. És akkor most térjünk rá az emlékházra. Doma Imre az egyik kezdeményezője volt az emlékház létrehozásának.
Pesnyi József a legtöbb tárgyat adományozta. A tárgyakról szólva elmondta. A kiállítás összeállítását Vázsonyi Csilla, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársa segítette. Azt is kiemelte, hogy fontos, hogy ezek a tárgyak megmaradjanak. Az emlékházban kapott helyet az Iván Modricsin gyógyszertárs skanzen. A skanzen számos érdekességet tartogat. Ebbe csináltuk a, például, ugye
a kakaóvajat, az volt az összetevője neki. És akkor azt a gyógyszert, ami kellett, akkor azt csak úgy rászúrtuk, és addig kevertük, amíg az össze nem állt, és a testhőmérsékletünkön bírtuk formálni. És akkor itt ez mindig 10 kúpnak volt a... Hogy hívják, és amikor mi ezt így kinyújtottuk, hogy vigyázzunk, hogy egyforma legyen, akkor voltak ilyen kések, és akkor azzal elvagdostuk, és formáltuk. És akkor ez volt az. Szirupokat is csináltunk, mindent az ég adta világon, és mindent így. Ugyanaz a másik, ami a pirulát. Az, annak még volt az, hogy egy másikat rátettünk ilyen nyomót, és akkor mikor szétnyomtuk, akkor ezekből lettek ilyen pici pirulák. És akkor csak így forgattuk a kezünkkel, mert akkor már annyit csináltunk, hogy ez már rutin dolog volt, és akkor így. Gripa szezon, mikor volt, mikor gripásak voltak az emberek, nem lehetett kapni mást, akkor mi az acin, meg ilyesminket, Patikus bácsi mondta, hogy csináljuk. És akkor csináltuk. 10 liter számra szirupokat, timotuszára lehet, hogy emlékeznek, vagy efetuszínre, vagy ilyesmire. Tehát ezt mi mindent megcsináltuk. Az emlékház tárgyainak gyűjtése elég nehézkesen indult, tudtuk meg Gogolyák Gabriellától, az Ady Endre Művelődési Központ elnökétől.
helytörténeti kiállítás megnyitója után a gyerekeknek tartottak foglalkozást. A legkisebbek régi népi játékokat készíthettek és játszhattak. Thank you.